Az új útdíjbefizetési rendszer bevezetése óta megnőtt a teherforgalom a városban, amivel kapcsolatban mind a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, mind a Magyar Közút Nonprofit ZRT-hez érkeztek be panaszok a lakosság és az ombudsman részéről is. Az ezzel kapcsolatban indított kivizsgálás úgy találta, hogy a környezetterhelés valóban megnövekedett városunkban, és a hatóság a nehéz gépjárművek kitiltása mellett döntött. A megkérdezett makói lakosok örültek az intézkedésnek. Elég zajos még szerintem így is. Mi laktunk itt a Csenád vezértéren, és itt még a buszoktól is elég igazából hangos, de most jelenleg nem a belvárosban, nem kicsit inkább a szélen lakunk, és ott azért csöndes, és ez szerintem jó, főleg családosoknak szerintem elég zavaró, hogyha elég nagy az átmenő forgalom miatt a zaj. Ez nagyon jó, mert ugye elég rossz így is az állapota az utaknak a városba. Ez nagyon is jó, hogy kitiltják, mert ugye még jobban szét fogják nyomni az utat. Mivel, hogy kész van főleg az elkerülő út, hát nyilván ott kéne nekik közlekedni, nem is értem meg, hogy miért jönnek be a városba. Hát örülni fogok neki nagyon, mert mivel állandóan zajos volt a Szeged utca, az kitiltották idáig a kamionokat, és most már örülünk neki mindennek. Nagyon szeretjük az, hogyha nincs nagy zaj, mert akkor jobban tudunk aludni. A január 1-én életbe lépő tilalommal kapcsolatban, valamint a város területén működő cégek számára szükséges lépésekről a Magyar Közút ZRT-től kaptunk információt. A tilalom az átmenő forgalmat igyekszik visszaterelni a helyére, az autópályákra, a gyorsforgalmi utakra, úgyhogy a helyi vállalkozásoknak, amennyiben ilyen járművel ügyes bajos dolgaikat akarják ott intézni, lehetőség van a következőképpen, behajtási engedélyt kell kérni a Magyar Közúttól. A korlátozás a 43-as számú főúton a kiszombori határállomáshoz vezető körforgalomtól a városból Nagylak felé kivezető útszakaszon lévő Selkútig, valamint a Csanádpalotai úton az M43-as autópálya csomóponttól a Fék körforgalomig tart.